Eljöttünk a Schmidt-Mária féle 21. század intézet konferenciájára, ami a Mozgásban Kultúrharca 21. században címet viseli. Felszólal Schmidt-Mária, Gulyás Gergely, Szántó Miklós, G. Fodor Gábor, Békés Márton és még sokan mások. Legfőképp arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Fidesz kormányzás 11. évében mi ellen is kultúrharcolunk. A konferencia elsősorban kultúrharcról szól. A Fidesz kormányzás 11. évében miért van erre szükség? Ez jó kérdés. Szerintem kultúrharca nincs szükség. Kultúrharc van, független attól, hogy szükséges vagy sem, mert egymással szemben álló világképek állnak szemben a politikai küzdőtérben is, független attól, hogy éppen milyen pártok testesítik ezt meg. Hát mert nem egy sziget vagyunk, hanem a világban élünk benne, és olyan mozgások vannak a világban, amik ránk is hatással vannak. A világnézetek harca az nem pusztán egy belpolitikai kérdés, és nem a Fidesz kormányzásától függ. Szerintem a kultúrának természetes közege, hogy vannak feszültségek. Te vagy te, meg én más gondolunk bizonyos kulturális értékekről. És ennek érvényt kell szerezni. Ma minden a világon, különösen a médiában a liberális eszmáramlat az, ami uralkodó. Nem vitatva azt mondom, hogy Európának ebben a térségében valamivel azért jobb a helyzet. És akkor hogy 10 éve Fidesz van hatalmon, Fidesz kell ilyen? Ennek köszönhető, hogy vannak valamivel jobb a helyzet. Erre voltunk képesek. Ez egy verseny, ez egy hosszú távú munka, hosszas készülődést, intellektuális tőkét igényel, tehát itt azért nem elég dühös cikkeket írni, meg dühös beszédeket tartani. Említette az előadásában, hogy a térség, nem tudom, itt most Magyarországot, vagy így Kelet-Közép-Európát értette, ez alatt a másolás korszakát lezárta. Ez a kultúrharc mégis egy valamennyire tengeren túlról importált dolog, nem gondolja? Hát nem mi importáljuk ezt a dolgot, bejönnek a dolgok. Hát amerikai filmeket nézünk, amerikai kulturális termékeket fogyasztunk már elég régóta, és azok nagyon megváltoztak. Ez egy érdekes kérdés, mert az a kérdés, hogy mi motiválja ezeket a mozgalmakat, és hogy mi importálható ebből. Szerintem ami importálható abból, ami a tengeren túlon történik, az feltehetőleg az a rendzavarás. A kultúrharcot, annak a jelen kortárs változatát, amit az Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában is látjuk, azt, hogy őszinte legyek, ilyen vírusként ne hurcolják be. Nem szabad behurcolni, viszont most például az Antifa kapcsán mégis be is nyújtott valaki egy ilyen javaslatot az országgyűlésnek, hogy terrorszervezetté nyilvánítsák. Ez a tengeren túl jellemző, ez nem pont az a behurcolás, amit nem kéne csinálni? Ugye az a probléma, ami még, hála Istennek, nincs Magyarországon, annak nem kell elébe vágnunk. Tehát nem gondolom, hogy a Black Lives Matter mozgalmat, vagy az Antifát Magyarországon is tiltani kellene. De egy szabad társadalom, egy szabad ország, szabadon vannak nagyon ostoba neonácik, és szabadon vannak nagyon ostoba antifák. Verjék össze egymást, szerintem ebben a küzdelemben minden golyó jó helyre megy. Említett egy olyat is, hogy az etnikai stabilitás szükséges a kultúra megőrzéséhez. Itt valami hasonlóra gondolt, mint amikor Orbán Viktor etnikai homogenitásról beszélt? Nem hasonlóra, hanem pont arra gondoltam. Amellett, hogy Magyarország mindig is egy multi etnikumú ország volt, főleg amikor Nagy Magyarországról beszélhettünk még, de ez teljesen más, mint a multikulturalizmus. Ha végigmegyek a Baross utcán, akkor arab, örmény, cigány, vietnámi van. Én soha nem érzem azt, hogy több kultúra lenne. Én szerintem Magyarország, ha több nemzetiségű is, ami azt gondolom, hogy egy helyes dolog, akkor is egy kultúrája. Azt gondolom, hogy magyar kultúrát egy magyar homogén nemzet tud fenntartani. Ilyen értelemben értelmes, és számomra kívánatos politikai cél is fenntartani a magyarok politikai egységét és kulturális homogenitását. Ahhoz, hogy egy kultúra tudjon integrálni egy másik kultúrát, ahhoz magabiztosnak kell lenni, ahhoz nagyon jelentős kulturális kisugárzással kell rendelkeznie. Tehát akkor végül is a migráció nem jelentett problémát, mert nekünk egy erős kultúránk van Magyarországon, erős öntudatunk, legalábbis ezt lehet hallani. Akkor miért probléma a migráció, megoldja az integráció? A migrációnak nagyon sok problémája van, és
Mi egyelőre nem vagyunk migrációs célország. Számunkra ez pillanatnyilag még nem probléma, de én azt gondolom, hogy már éltünk 150 évig muszlim uralom alatt, és ráment körülbelül 300 éve a magyar történelemnek. Az emlékek nem olyan nagyon jók, a tapasztalatok nem annyira pozitívak, hogy szeretnénk ebből repetázni. De most nem janicsárok jönnek szabjákkal. Nem, most iszlám terroristák például. ISIS és egyéb, és ki tudja kik.